Üdvözlöm Önöket a Heti Garázsban, ahogy láthatják, ezen a héten egy Peugeot-val fogunk kezdeni, méghozzá egy 2008-assal. Ugye ez az a márka, amik a utóbbi időben az egyik legnagyobb fejlődésen esett át, ami kezdődött a 308-assal, de akár a 2008-ast is említhetném, amelyik 2013-ban mutatkozott be, és ugye 3 évre rá már is jött egy modellfrissítés, amitől egyébként egy sokkal markánsabb megjelenést kapott. Nekem ez tetszik, hiszen végre erre a modellre elmondható, hogy kicsit férfias, ugye az előtt nagyon szép, meg nagy autó volt, de igazából azt kell mondjam, hogy azon a lágy ívei tényleg ez igazi nőies vonat képviselték. Ez ahhoz képest sokkal markánsabb, tényleg egy kicsivel dinamikusabb megjelenés, ami egy férfi az jobban illik, bár ezt is el kell mondani, ez a kategória jellemzően nem férfiak által kedvelt kategória, hiszen ez a szabadidő autók közül a legkisebb, ugye a legnépszerűbb vetétársat soroljam fel, ugye a Nissan Juke, de ebben a kategóriában azért nagyon erős a verseny, hiszen itt lehet számolni a CX-3-asról is, ami volt nálunk egy tartós teszten, vagy aztán Renault Captur, akkor egy nagyon gyönyörű ellenfelője a Fiat 500X. Tehát ebben a kategóriában az elég nehéz versenyezni, ehhez már kellett ahhoz is, hogy ugye kicsit felsítsék ezt a modellt. Az eleje teljesen átalakult, teljesen új lett, de az alapméretei nem változtak, és ami nekem külön tetszik, hogy van benne egy kicsi rendhagyó dizájn, ugye egy picit itt emelkedik a tetővonal, semmi nagy extra nincs ebben, de mégis egy kicsit úgy egyedibb, mint a ellenfelek. Egyébként itt van benne egy ilyen furcsa ív is, a levegő szépen össze van szorítva, ez is egy kicsit sportos hatású, szerintem nagyon kevesen veszik ezt észre, de szerintem jól néz ki, és igazából a hátulja is ezzel a hátsó lámpákkal, amik szépen ilyen C-alakba el vannak húzva, ez is egy picivel sportosabb, dinamikusabb. Talán még ennél is fontosabb, hogy ezekbe az autókba el lehet-e férni, hiszen a CX-3-asnál is azt mondtuk, hogy éppen hogy csak, és igazából azt kell mondanom a 2008-as Peugeot-ra is, azon kívül, hogy ilyen nagyon modern a versenye, ez a lámbeállított vezető ülés, tehát ahogy láthatják, így a lábamat azt pont nem tudom kinyújtani, de ugye ez a új kicsi kormány van, amit a 208-asban mutatkozott be, de igazából minden kézre áll, és ha beülök magam mögé, akkor már nem ilyen rózsás a helyzet. Gyakorlatilag a lábam az végig érintkezik az első üléssel, hiába van itt az önmélyítés, vagy igazából logikus, hogy itt van, mert amúgy semmire nem mennék. Pont oda beesik, és a tetőbe és a fejem az gyakorlatilag beleér. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy 183 centis utas hátul már nem kényelmesen fér el. Ettől függetlenül ezekben az autókban általában kisgyerekeket visznek, vagy nagyobb okat, de nem 183 cm-es gyerekeket. Tehát nekik ez még megfelelő lehet. És ha hátra megyünk, a csomagtartót is megmutatom. Szép hátsó alatt egy egészen normális méretű csomagtér látható. Ugye itt szépen fel lehet kicsit hajtogatni. 350 literes ez a alapvágó néven ez a csomagtér. Egyébként JBL Hifinek itt külön van egy mély nyomója. Ezt ha felemelem, akkor látszik, hogy szükségpótkerék van, és igazából több rekesz nagyon nincsen, de viszont a hátsó ülések lehajtásával azért több mint 1000 literes csomagtér elérhető. Szerintem ez a kategória átlagának megfelelő, úgyhogy ebben én nem is kötnék bele. Kicsit menjünk vele, hogy mi változott a modellfrissítéstől. Ezt rögtön meg kell említenem, hogy nem éppen az alappéldányt kaptuk meg tesztre, ugyanis ugye ez az autó 1.2-es benzines motorral is elérhető, de most az 1.6-os dízel változatot próbálható ki méghozzá a 120 lóerős kombinációban, tehát szerintem ez az egyik legjobb motor, ami választható hozzá. Ebből adódóan ez egy jóval dinamikusabb, mint amit az átlagvásárlók vesznek. Ez a motor pont arra elegendő, hogy az ember tényleg egy ilyen az átlagnál dinamikusabban tudja vele közlekedni, kevesebb, mint 10 másodperc alatt gyorsul fel 100-ra, akár 190 fölött is képes haladni, de szerintem azért ezt az autót nem erre találták ki. Egy kicsit hangos nekem, de igazából mi a dízelmotor szerintem azért ez nem egy olyan nagyon nagy bánatom, hiszen azért megszokhattuk, hogy majdnem minden autóban a dízel egy kicsit nyomasztóbban szól, miközben a benzinesek az igazán kultúráltak. Maga a vezetési élmény az igazából szerintem nem sokba változott, egy picivel feszesebb egyébként a modellfrissítéssel talán ez az autó, emiatt jobb vele közlekedni, legalábbis egy olyan sportosabb vezetőnek, mint amilyen én vagyok. Ugye a műszerfal is ugye megmaradt, ez a fenti kiképzést, egy szép ilyen dizájnfény van körülötte, de jól áttekinthető, ugye ez a kis kormány, a 208-asból ismert kis kormány is egy jó pofa dolog. Picit furcsa nekem, hogy nem olyan széles tartományba állítható, mint hogy én szeretném. A váltógomb is egy hatalmas nagy ilyen fémgomb, ugye 6 fokozatú váltó van hozzá társítva, elég hosszú áttételezésű, normális kapcsolhatóság, semmilyen nagyon kiugróan pozitív, kicsit hosszú úton is jár, de igazából rosszat sem mondanék róla, egy pont kellemes áttételezésű váltó. És
És ami ugye újdonság most a Model frissítéssel, egyrészt ugye bent is picit azért szebb lett az egész belseje, hogy megkapta ezt a Grip Control nevezetű kapcsolót, amivel igazából az ESP, tehát a menet stabilizáló elektronikának a programjait lehet választani, tehát nincs ebben semmi sperm vagy önzáró differenciálmű, akár összkerékhajtás, tehát nem is elérhető ehhez a modellhez összkerékhajtás. Egyszerűen ezt az elektronikát lehet egy kicsit kapcsolgatni, hogy az ember belőle milyen úton fog közlekedni, ugye van normál állás, van ilyen havas csúszós állás, amit ugye azért ilyenkor lehet használni, van ilyen sziklás, nem tudom, egy ilyen autóval kimegy sziklás terepre, de mindegy, van ilyen állás, és van homokos, azt főleg nem tudom elképzelni, és van a full kikapcsolt állás. Úgyhogy gyakorlatilag 5 állásunk van, és ebből az 5-ből szerintem hát a 2-t használhat, a normált vagy a csúszós utat. Maga ez az anyag előttünk elég szép, de én azt gondolom, hogy egy picit messze van ez a kijelző, ugye, aminek a menürendszerese az, amit én a legjobban szeretek, ugye mindent így érintőképernyővel lehet elérni, kivéve szerencsére a klímakezelőt, amit egy külön kapcsolókkal, és ez nekem ez tetszik. Az ülés egyébként egy nagyon jó oldaltartás biztosít, szerintem még kényelmesnek is mondanám, hogy lehet állítani lefel is, tehát hogy mindenkinek a magasságához, és ami nagyon jó pofa dolog, hogy van benne ez feláras, természetesen egy elég nagy üvegtető, ez ilyen jó hangulatot áraszt az autónak. Úgyhogy egy nagyon kellemes autó lett, egy jóval markánsabb megjelenéssel, így sem sportosabb lett meg ezzel a motorral, nekem talán jobban tetszik, mint egy alappéldánya, és ugye a GBL hifi van benne, még ezt is mondjuk el, az is ugye jobban szól, tehát hogy ez a kombináció nekem így bejött, de azt is el kell mondani, hogy ez a kombináció azért már több mint 6 millió forintba kerül, ami egy ekkora méretű autótól, de azt mondhatnánk, hogy kicsit csók, de igazából, ha megnézzük az azonos felszereltséggel a konkurenseket, akkor ez az ár nagyon jól be van lőve, hogy melyikben a legmagasabb legyen, inkább az átlag picivel lentebb lóg ki, úgyhogy azért ez egy magasabb felszereltségű példány. Alapfelszereltség egy kisebb motor azért 4 millió és az alatt is elérhető még, persze szerintem olyannal meg senki nem választja. Ki kell próbálni egyszerűen, kinek melyik jön be. Ez is egy jó választás lehet, úgyhogy semmiképp ne hagyják ki, ezt is nézzék meg.